Őrsi Julianna vagyok, a Türkevei Múzeum igazgatója 1982-től 2008-ig. A nagykunság közepén Karcagon születtem, és ma sem mentem el 40 kilométernél messzebbre. Általános középiskoláimat szülővárosomban végeztem, és a munkahelyeim is mindig a nagykunsághoz kötöttek. Egyetemi éveimet Debrecenben töltöttem, de szülővárosomból indult az a motiváció, ami révén én néprajzos és történész lettem, és múzeumba kerültem. Általános iskolás koromtól újságírásba, gyűjtésbe szerettem bele, tanáraim jó voltából, és hát az egyetemen a néprajz szak erről szólt tulajdonképpen. Gunda Béla professzor egyengette az útjaimat, és később is olyan neves professzorokkal volt szerencsém dolgozni, mint Nemeskéri János, demográfus, jelen pillanatban Hátort Imre, szlavista, Péter László, filológus. Tehát mindig megtaláltam azokat az embereket, akik segítettek, akik további inspirációt adtak a munkámhoz. 1974-től a Karcagi Múzeumban dolgoztam, és amint mondtam már, 82-től Túrkevén. A állandó munkahelyem mindig a Jász-Nagykun Szolnok megyei múzeum igazgatóság volt. Emellett óraadó tanárként, címzetes főiskolai tanárként Mezőtúron a főiskolán 8 évet tanítottam, és egy évet pedig a Szegedi Tudományegyetemen. A munkám másik része a civil szervezeti munka segítése, civil szervezeteket irányítok. A Karcagi Múzeumban újkor történészként kezdtem a pályafutásomat, és kerestem azt a lehetőséget, amely a néprajz és a történelem közötti területet jelenti, mind témában, mind módszerben. És így ezt később is, amikor már néprajzosként dolgozhattam Túrkevén, megtartottam, tehát a jelenkor kutatással mind a mai napig foglalkozom. Emellett azonban a történelemben visszamenőlegesen is foglalkozom a különböző közösségek életével, életmódjával. Családtól kezdve a rokonságon át az utcaközösség, falusi közösség, kisvárosi közösségek életét kutatom. E témákból születtek tanulmányaim, könyveim és kiállítások, amelyeket a mint múzeumvezető is megvalósíthattam a Túrkevei Finta Múzeumban. Így például Házasodjunk, hajjajaj, a Kárpát-medencei lakodalmi szokásokról volt egy nagy kiállításunk. Aztán Neves nagykunsági családok, ez egy olyan családtörténeti kiállítás volt, amikor a családok adták össze mindazokat a dokumentumokat, tárgyakat, emlékeket, amelyet őriztek az elődöktől. Nagy népszerűségnek örvendett mind a kettő. És hát a 301 néhány kiállítás nem akarom felsorolni, amennyit rendeztem. Referenciáimnak én a munkásságomat tartom. Azokat a könyveket, publikációkat, amelyek
kiállításokat, amit meg tudtam valósítani. Több mint 10 könyvem, közel 300 tanulmányom jelent meg hazai és nemzetközi folyóiratokban, vagy monográfiákban, különböző tanulmánykötetekben. És hogy ne csak arról beszéljek, ami klasszikusan bölcsész tudósokhoz megszokott, a projekteket is említeném. Azt gondolom, hogy a múzeumi vonalon elsők között voltam, akik projektekben gondolkodtak. Most csak a nagyokat mondom, 2001-től 2004-ig egy olyan projektet valósítottam meg közel 50 kutatóval, hivatásos kutatókkal és társadalmi kutatókkal, amelyek a nagykunság társadalmát vizsgálták, a jelen társadalmát. 2006-ról 2008-ig viszont egyetemistákkal, főiskolásokkal valósítottam egy másik nagy kutatási projektet, Nemzedékek Kutatóúton címmel. Ez is fél száz fiatalt jelentett, akinek úgy gondolom, hogy egy kis tapasztalatot adtam át, egy kis módszert, és az élethez közelebb kerültek. Ez már észak-alföldi régiós szinten valósult meg. 1990-től számos nemzetközi konferencián vettem részt, mint előadó. Ez azzal is járt, hogy nemzetközi etnográfiai, illetve folklór társaságok tagja lettem, és természetesen számos magyar tudományos társaságnak is a tagja vagyok, mind néprajzi, történeti, genealógiai, irodalomtörténeti társaságoknak. Ezek országos közösségek, de a megyei és városi civil életben is részt veszek, hiszen nevemhez kapcsolódik a Túrkeveri Kulturális Egyesület megalakítása, a Jász-Nagykuncolnak Megyei Tudományos Egyesületet pedig 2006 óta vezetem. Folyóiratunk a Jászkunság, aminek a főszerkesztője vagyok jelen pillanatban is. Mind a Túrkevei, mind a megyei civil szervezet számos kiadványt jelentetett meg az utóbbi 20 évben, és ezekre is nagyon büszke vagyok. Most legutoljára éppen egy olyan karácsonyi akciót hajtottunk végre, hogy minden megyébe, múzeumokba, levéltárakba és Szolnok és egyetemekre, főiskolákra, valamint Szolnok megye összes könyvtárába és iskolájába egy 25 darabból álló könyvcsomagot juttattunk el, amelyek természetesen a mi kiadványaink. Ezzel segítjük az oktatást. Pályámat végig kísérték az elismerések, mind szakmai elismeréseket, tudományos munkámért, muzeológusi munkámért kaptam országosan és megyei szinten is, valamint közművelődésért városi szinten. Hát a legnagyobb állami kitüntetésem az a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztje. A néprajzi kitüntetésem megközül a Jankó János díjra, Gunda Béla díjra vagyok a legbüszkébb. Területi közösség adta a Nagykunságért díjat, és természetesen több megyei tudományos és kulturális kitüntetést is kaptam.
életpályám is mutatja azt, hogy én egy paraszt családba születtem. Tősgyökeres nagykunsági család sarja vagyok. Abban az időben, amikor nem nagyon szerették azt, hogy parasztokat emlegessünk. 1966-ban döbbentem rá először, hogy vannak értékei a paraszt életnek. Ezt egy kis eszébe meg is fogalmaztam. Ugyanis az iskolából nem olyan tanítást kaptunk abban az időben. Ez volt egy fordulópont, ami tulajdonképpen a paraszt életkutatáshoz vezetett. A másik már közeli fordulópont 1990-es évek elején készítettem egy interjú kötetet, olyan paraszt embereket kérdeztem meg, akik visszakérték, visszakapták a földet. És nagy gond, álmatlan éjszakákat okozott nekem az, hogy ők nekem őszintén elmondták, hogy milyen megpróbáltatások érték, milyen meghurcoltatások. És akkor most nekem is fel kell vállalni azt, hogy én kulák unoka vagyok. Bizonyára gondolják azt, hogy nem könnyű egy kutató, vagy idézőjelbe tegyem, talán tudós feleséget elviselni egy családnak. Ez az én esetemben is így van. Két férjem volt, van, Márki Gábor, egy nagyon türelmes férj, társ, aki mellett hosszabb időt eltöltöttem. Egy leányom van, és hát a férjemnek pedig két családja. Nekem két unokám van, Bakos Balázs és Bakos Máté, a férjemnek négy unokája. Tehát összesen hat unokával rendelkezünk, hogy így mondjam, az ő öröm vagy szeretetüket élvezzük, és mi is viszonozzuk.